Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban 10 olyan világvége jövendőlést fogok bemutatni nektek, amelyek valamilyen oknál fogva egyszerűen nem következtek be. Nos, ennek vannak, akik örülnek, például én, ha jó kedvemben vagyok, és vannak, akik pedig kevésbé örülnek, például szintén én, ha rossz kedvemben vagyok. Valójában amúgy el sem tudjátok képzelni, mennyi világvége jövendőlést jegyeztek már föl, amiből ugye egy sem következett be. Szerintem a bekövetkezett világvége jövendőlések szakértőinek van a legkönnyebb munkájuk. Már ha vannak ilyenek. De ma már mindennek van szakértője, úgyhogy ennek miért ne lenne. Na de még mielőtt ránk köszönt egy újabb világvége, csapjunk is bele a közepébe, és a több száz vagy akár több ezer befutcsolt világvége jövendőlés közül nézzünk is meg néhányat. 10. Utolsó háború. Nos, mivel én 1991-ben születtem, és 1990-től 2017-ig szinte minden évben voltak világvége jövendőlések, ezért úgy gondoltam, hogy az 1991-es világvége jövendőlésekkel kezdem. Bizony nem véletlen mondtam, hogy jövendőlések, ugyanis két jövendőlés is a világvégét jelezte ebben az évben. Bár az egyik egy kicsit lazább volt, mint amire az emberek általában gondolnak, hiszen a katasztrófák meg egyéb durvaságok helyett egy orosz születésű rabbi szólította fel a messiást, hogy jöjjön el a zsidó új év kezdetén. Nos, nem tudom ezzel valójában mi volt a célja, és mi lett volna ebben a világvége, de a messiás láthatólag nem kért a felszólításból és nem jött el. Ám a másik jövendőlés, mely az iszlám néptől származott, egy kicsit durvábban hangzott, mivel ők egy utolsó, hatalmas háborúról beszéltek, ami minden bizonnyal elpusztította volna a világot. Szerencsére ez a jövendőlés sem következett be, és reméljük nem is fog. 9. Rossz előjelek. Létezik egy szám, méghozzá a 666-os, amelyet sokan, főleg az istenhívő keresztény emberek, vagy esetleg még a babonás emberek is mondhatni rossz előjelnek tekintenek. Ezzel én sem vagyok másképp, ezért nem is csodálom, hogy az 1666-os évre is jutott egy világvége jövendőlés, amely az előző években történt szörnyűségeknek köszönhetően arra engedte következtetni az emberiséget, vagy legalábbis Európát, hogy valóban közeleg a világvége. Ez valójában a 17. században pusztító pestis járványnak volt köszönhető, amelytől az emberek már alapból úgy érezték, hogy eljött a világvége. Erre rá 1666. szeptember 2-án tűzütött ki egy londoni pékségben, ami azután 3 napig tombolt, ezzel leégetve több mint 13 000 épületet, köztük rengeteg otthont, és természetesen tönkre téve számtalan ember életét. Bár szerencsére, ha mondhatjuk szerencsének, a hatalmas tűzvészben csak 10 ember vesztette el az életét. 8. Özönvíz. Ismét Európában járunk, azon belül is Angliában, és megint csak szerencsétlen londoniak kerültek a középpontba, néhány londoni asztrológus jövendőlésének köszönhetően. Bár igaz, az eset 1524-ben történt, tehát több mint 100 évvel az előző eset előtt, de ez a londoni lakosságot akkor nem igazán érdekelte. A világvége jövendőlés szerint ugyanis egy hatalmas özönvíz készült lecsapni Londonra, és gondolom ezzel együtt az egész világra is, amit az emberek annyira komolyan vettek, hogy még szórólapokat is osztogattak a városban, nehogy valaki felkészületlen maradjon a világvégével kapcsolatban. Ennek meg is volt a hatása, ugyanis nagyjából 20 000 ember hagyta hátra az otthonát és menekült magasabb helyekre, sőt egy férfi még egy 3 emeletes bárkát is épített. Állítólag a várva várt napon, vagyis a világvége napján még az eső is elkezdett esni, de nem esett elég ahhoz, hogy özönvíz legyen belőle. 7. A csoda asszony. 1750-ben született egy leányzó, aki felnőtt korában saját bevallása szerint egy emberi csoda volt, ugyanis természetfeletti képességekkel bírt, és emellett még azt is képes volt megjósolni, hogy a világ 1814. októberében fog véget érni. Nos, bármennyire is jók voltak a számításai, valahogy 1814. októberében nem lett vége a világnak. Sőt, később sem. Ám a kedves hölgyeménynek 2 hónappal a jóslat be nem teljesülése után véget ért a világ,
ugyanis elhunyt. A halálát követően a rajongói, vagyis jobban mondva a hívői, még egy ideig megőrizték a testét arra várva, hát ha sikerül felélednie, vagyis sikerül visszahoznia magát a halálból, ám ezt az úgymond reményt hamar feladták, mikor az asszony teste bomlásnak indult. Ezt valahogy meg tudom érteni. 6. Meggondolatlan meteorológus. Sajnos nem mindegyik jövendőlésért véget happy enddel, hiszen az emberek néha hiszékenyebbek, mint kellene, és sajnos egyes elismert emberek, vagyis szakértők jövendőlései miatt még az életüket is képesek eldobni, csak hogy ne kelljen átélniük a közelgő világvége szörnyűségeit. Ez történt 1919-ben is, mikor egy elismert meteorológus azt állította, vagyis jövendölte, hogy 1919. december 17-én 6 bolygó a naprendszerünkből pontosan egy vonalba fog állni, és valamiféle mágneses energiával arra készteti a napot, hogy elpusztítsa a Földet. Sajnos ezt sokan el is hitték, így sok helyen zavargások történtek, és jó néhányan öngyilkosok lettek. Mivel a brutális jövendőlés nem következett be, ezért a meteorológust elbocsájtották, vagyis kirúgták a munkahelyéről. Hát egész szárazon megúszta a kicsával. 5. Közelgő üstökös. Bizony az üstökösök sem maradhatnak ki, ha a világ végéről van szó, így nem egyszer fordult már elő, hogy egy a földhöz közel haladó üstököshöz próbálták meg hozzákötni a világ végét. Erre egy példa a Hale-Bopp üstökös 1996-ban történő feltűnése, mikor is az üstökös egy titokzatos objektummal együtt haladt a világűrben, amely objektumra a szakértők az elején még nem voltak képesek magyarázatot adni. Az UFO hívők viszont tudtak magyarázatot adni, méghozzá, hogy a titokzatos objektum nem más, mint egy hatalmas földön kívüli űrhajó. A Mennyország kapuja névre keresztelt szekta tagjai hasonlóan vélekedtek a dologról, így 1997-ben úgy gondolták, hogy eljött a világ vége, és itt az ideje véget vetni az életüknek, hogy csatlakozhassanak az űrhajó legénységéhez. Ezt sajnos meg is tették, ám később kiderült, hogy nem egy földön kívüli űrhajó haladt az üstökös mellett, vagy mögött, hanem csupán egy kisebb fényerejű csillag. 4. Millennium. Talán az egyik legismertebb majdnem világvége 2000-ben következett be, vagyis a majdnem világvégék, mert 2000-re is jövendőltek egy rakat világvégét, ami már csak magában kizárta annak a lehetőségét, hogy a világ egyben maradjon. De egyben maradt. Az egyik legismertebb ezek közül talán az Y2K névre keresztelt számítástechnikai apokalipszis volt, aminek a gondolata már 1970-ben felvetődött az emberekben. Ez alatt a 30 év alatt rengeteg ideje volt mindenkinek, hogy durvábbnál durvább elméleteket szőjön a 2000-ben bekövetkező Y2K számítástechnikai világvégével kapcsolatban. Végül maga a jövendőlés nem következett be, semmilyenféle formában sem, ám egyes feljegyzések szerint 2000. január 1-én történtek furcsaságok a számítógépekkel, illetve egyes fontos adatokat kezelő rendszerekkel. Mivel a számítástechnikait még valamelyes gyerekcipőben járt, ezért ez nem is meglepő. 3. Nibiru. A világvége jövendőlésekből sosem elég, főleg, hogy marha sokan unatkoznak, ezért most nemrég, vagyis 2017. szeptember 23-án is volt egy világvége, ha valaki nem vette volna észre. A jövendőlés szerint ezen a napon kellett volna a földbe csapódnia az X bolygónak, vagyis más néven a Nibirunak, ám mint ahogy azt láthatjuk, ez nem következett be. Szerencsére természetesen ezt is megúsztuk. Egyébként ennél a jövendőlésnél is használatba vették a Bibliát, amit egyébként nem erre kellene használni, a bolygók állását, a csillagjegyek tököm tudja miét, meg ki tudja még mennyi marhaságot, és azt mondták, na ez most már tuti be fog következni, de hát valahogy mégsem következett be. Ez sokak szerint valójában annak volt köszönhető, hogy az említett Nibiru bolygó nem is létezik, hiszen ha valóban létezne és ilyen közel járna a Földhöz, akkor az valamilyen formában megmutatkozna az égbolton. És szerintem ez teljesen jogos. 2. 2012.
2012. december 21-e sokak számára rémisztő dátum lehetett, ugyanis ezen a napon valami különlegesnek vagy egyesek szerint borzasztónak kellett volna történnie, ám látszólag egyik sem történt. Ez a dátum és maga a világvége gondolata egy mezoamerikai, vagyis maja naptárnak volt köszönhető, ami szerint ezen a napon valami igazán különleges változásnak kellett volna bekövetkeznie. Ez egyesek szerint jelentős átalakulással járt volna, mások szerint pedig borzalmas katasztrófákkal, vagyis a világ pusztulásával. Szakértők szerint ennek az időpontnak teljesen más jelentése lehetett, és szó szerint nevetségesnek vélték a naptárral, illetve a dátummal kapcsolatos világvége elméleteket. Mondjuk azokat az embereket én is marhára bírtam, akik a hegyekre, meg marha drága túlélő kapszulákba menekültek a világ vége elől. Nem tudom felfogni, hogy nekik a világ vége szó az mit jelent. Első. Egy újabb jövendőlés. Nos, úgy gondoltam, a videót egy olyan világvége jövendőléssel zárom, amelynek a bekövetkezése még pár évvel odébb van. Természetesen ezekből is van egy jó pár, sőt még 2280-ra is van jövendőlés, úgyhogy vannak, akik nem aprózzák el ezt az egészet, de én most egy egészen közeli világvégére, méghozzá a 2020-as világvége jövendőlésre gondoltam. Valójában ez a jövendőlés sem különbözik a többitől, hiszen ez a jövendőlés is a véget jelenti, méghozzá Jézus Krisztus eljövetelével. Mondjuk fogalmam sincs, miért kell szerencsétlen Jézus mindig belekeverni ilyen marhaságokba. Na de mindegy. A jövendőlés esetleg még hihető is lenne, ha nem egy olyan prófétától származna, aki már egyszer elbukott ebben a szakmában. Ugyanis bizony, a jövendőlést kiállító hölgyemény már 1962. februárjára is tervezett nekünk egy világvégét, ám végül azt is sikerült megúsznunk. Egyre inkább úgy érzem, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!